Roma testvérek fotókiállítása, decemberben folytatódik a Kun Mediátor per, példaértékű adomány, elásta a drogot a díler. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 25-én 18 óra 5 perckor. Ötödik alkalommal rendezte meg az ifjúsági házban az elhunyt karcagi roma testvérek fotókiállítását Varga Mici István, a karcagi cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke. A kiállítás megnyitón Varga Mici István beszédében elmondta, 1940-től napjainkig több mint 1000 elhunyt karcagi roma adatát, fotóját kapta meg hozzátartozóktól. Az itt található megemlékező táblát az én tulajdonomban maradt, viszont könyvformájában is elkészítettem, színes fotókkal, amit Karcag Városi Múzeumában fogok elhelyezni, és az adatokat módosítását a múzeumban fogom elvégezni. Ezért is teszem, hogy több évtizedek múlva is megtalálhassák az emberek a régen elhunyt testvérek rokonaikat. Megkérem a jelenlévőket, a szeretteiket, hiányolják a megemlékezésük, jöjjenek és felveszem az adataikat és fogadom a képeket. Valamint megkérem önöket, hogy a könyvben hozzájárulási engedélyt írják alá szüleikről, rokonaikról, megemlékezésekről, amit itt az asztalon megtehetnek. Ezért egy újdonságként az elhunyt roma zenészek tábláját avassuk föl, amit a avatás után a karcagi cigány önkormányzat halán fogunk elhelyezni. Készítettük statisztikát a halálozási számokról. Megnéztük a női-férfi arányt, illetve amely betegségek gyakorlatilag és 18 év alattiak számát is. Adataink alapján 2013-ban és 2020 között volt a legnagyobb halálozás arány. Kutatásom alapján azt állapítottam meg, hogy 1945-től hónapokra bontva a január, a június és a decemberi hónapokban haltak meg legtöbben. Statisztikánként szerint 922 fő található itt fotóját, 432 nő halt meg és 497 férfi. Adataink szerint nagyobb a férfi halálozások száma. 1941 és 2021 között 18 év alattiak betegségben, illetve balesetben hunytak el 55 fő. 50 és 60 év között 209 fő halt meg. 60-70 év között 230 fő halt meg. A cigányoknál a korai elhalálozás átlag életkor az 55-60 év. Leggyakoribb halálozás betegség a daganat. 2021-ben a mai napig 34 fő roma halálozott el, és ebből legtöbben 60-70 év közöttiek voltak. Az ötödik alkalommal megrendezett kiállítás egyedülálló az országban. Országosan egyedül az enyém van. Kimerem mondani, hogy Tiszainokán próbálkoztak az első alkalmat megcsinálni. Állítólag nagyon jó sikerült neki, igaz, hogy tizenvalány fotóval még, de ők is tervezik a második alkalmat. János Idai cigány zenekar van itt, János Idáról érkeztek. Minden évben igyekszek másik zenekart hozni, mindazért, hogy akit majd elnyeri a városunknak a tetszését, azt fogjuk majd legközelebb is hívni. De még tanálok cigány élő zenekart, addig mindig próbálom cserélgetni, hiszen amely távol laknak, mint zenészek, ők is ugyanúgy a roma testvéreink. Bejelentette, hogy az eltelt 5 év alatt összegyűjtött fotókat, adatokat átadja a karcagi Györfi István Nagykun Múzeumnak, hogy 100 év múlva is tudjanak őseikről a romák. Én, mint karcagi cigány önkormányzat elnöke, úgy gondoltam, hogy foglalkozok az elhunyt drága testvérekkel is, hiszen ők is a mieink. Családon belül született ez a gondolat, hogy teszünk egy pár családi fotót, de ez úgy kinőtte magát, hogy már most több mint 1000 fotónál tartunk, és minden évben megpróbálunk ezen a csodálatos helyen lenni, ahol most vagyunk, élő zenekarral, és egyre többek a meghívott vendégeink, egyre jobban hordják a roma testvéreink a fotókat, fogják értékelni, és ez annyival lett a tavalyi kiállításunk bővülve,
hogy ennek az anyagja könyvformájában is elkészült. Amit lasztalon meg lehet tekinteni, ugyanezek a fotók színes alapon megtalálható, és a könyvekbe fognak kerülni a Karcagi Múzeumban, amit 100 év múlva is a hozzátartozók ott meg fognak találni, mert nálam nem biztos. Szepesi Tibor polgármester ifja Farkas László, az OCÖ elnök helyettese, Tiszabúra polgármestere, idősebb Farkas László, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei cigány önkormányzat elnöke, és idősebb Farkas László is elismeréssel szólt a kezdeményezésről, és emlékezett meg az elhunytakról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném megköszönni a Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, Varga István elnök úrnak, azt az alázatos, gyűjtő és feltáró munkát, melyet a kiállítás létrehozásáért és megvalósításáért végzett. És engedjék meg, hogy Juhász Gyula gyönyörű versoraival, őszinte együttérzéssel kívánjak városunk valamennyi lakójának, a roma közösségnek méltóságteljes és megnyugvással teli, csendes és bensőséges megemlékezést egykori szeretteikre ezekben a mindannyiunk lelkét megérintő őszvégi napokban. Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség. A karcagi roma zenészekről Johann Anna szólt, majd leleplezték a nekik emléket állító táblát, mely a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat irodájának falára került. Az eddig hosszú hallgatásba burkolózott D. Sándorné megnyílt és hosszú párbeszédbe elegyedett Nádor Zoltán bíróval. Miután 2 héttel ezelőtt, amikor is a védői párbeszédre került volna sor, az elsőfokú ítélethirdetést megelőzően a Kun Mediátor Kft. Vélhetően piramis játékcsalással 4 évvel ezelőtt megvádolt ügyvezető igazgatója úgy döntött, mégiscsak vallomást tesz. Emiatt dr. Nádor Zoltán bíró arra kényszerült, hogy újra megnyitotta a párbeszédek előtt lezárt bizonyítási eljárást. A most keddi tárgyalási napon az eddig hosszú hallgatásba burkolózott karcagi asszony megnyílt és hosszú perbeszédbe elegyedett a bíróval. Dr. Nádor Zoltán kérdései arra irányultak, vajon a cég a régi ügyfelei felé az újak belépési pénzéből fizetette ki hozamokat, ugyanis ez szabálytalan. A broker Marcsiként elhíresült, továbbra is bűnügyi felügyelet alatt álló, a bokájára szerelt nyomkövető eszköz viselésére kötelezett vádlott, az általa szabályosnak vélt pénzügyletekre hivatkozva csupán a 2015-ös évi broker botrányok hátrányait emlegette fel, az ügyfelek kifizetetlenségére, cégének csődbe kerülésére és tevékenységének büntető eljárás alá kerülésére vonatkoztatva. A keddi tárgyaláson szóba került, ezért részleteket olvastak fel a vádlott lefoglalt naplójából. Aszerint a karcagi asszony akkor lépett át az állami pénzügyi szektorból a vállalkozói magánszektorba, amikor az ezredforduló körül városi bankfiúk vezető várományosaként helyette egy másik szemét neveztek ki a posztra. Dacból ekkor alapította a Kun Mediátor Kft-t, amely eleinte utazásszervezéssel, majd hamarosan valutaváltással, egyéb befektetésekkel foglalkozott. A bíró és vádlott, ügyész és ügyvéd egy egész napot beszélt át újra az ügy részleteiről. Egyes ügyfelek profitorientált szándékáról és szerződéseik tartalmáról, a cégvezető vélt haszonészségéről vagy jóhiszeműségéről, illetve felvetés volt, vajon lehetette az országos brókerbotrányok idején szintén csődbe ment Kun Mediátor Kft. Kapcsán, hogy annak kezdeti felfutásakor ösztönözte a vádlottat a csak azért is megmutatom az országos pénzintézetnek indítékot. A nap végén dr. Nádor bíró újabb bizonyítékok hiányában ismételten lezártnak tekintette a bizonyítási eljárást. December 7-ére napolt el a perbeszédeket, mely után talán elsőfokú döntés is születhet az ügyben. Mint ismert, a vád szerint a hazai büntetés történeti legendáriumokban broker Marcsiként bevonuló D.S.N. másfél évtizeden át folytatta csalássorozatát, a Kun Mediátor Kft. Cégvezetőjeként
1999 nyarától egészen 2015 tavaszáig. A cég 15 éves működése alatt közel 800 embernek mintegy 3,5 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. Dr. Hagymási Kornélia ügyész perbeszédében 10 évet meghaladó, letöltendő börtönbüntetés kért a vádlottra, továbbá az asszony értékeire teljes, családtagjai részére részleges vagyonelkobzást, illetve 5 millió forintos bűnügyi költség megfizetését. Hogy a vád álláspontja és a büntetési tételekre vonatkozó indítványai módosulnak-e, az majd december 7-én kiderül. Példaértékű adományozás a szociális munkanapja alkalmából. Kovács Lajos helyi kistermelő, a Karcagi Ízek tulajdonosa által példaértékű adományozás történt a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ családsegítőjében, az idősek otthonában, valamint a Karcagi Mentőállomáson a szociális munkanapja alkalmából. Kovács Lajos 11 éve foglalkozik házi lekvárok és szörpök készítésével, és ezekből a termékekből összeállított adománycsomaggal kívánta megköszönni a szociális ágazatban dolgozók önzetlen munkáját. A rendőrök őrizetbe vettek egy 57 éves nőt, akinek az udvarán a földbe ásva találtak több csomag kábítószer gyanús anyagot és a porciózáshoz szükséges mérleget. A Jászberényi rendőrkapitányság munkatársai a Tisza-Megtó egységével együttműködve megjelentek egy jászfényszarúi családi háznál, mivel a rendőrök információi szerint az ott élő nő több éve kábítószerrel kereskedik. A nyomozók az ingatlan területén végzett kutatás során az udvaron a földbe ásva találtak egy dobozt, amiben több csomag kábítószer gyanús anyag, valamint a kiméréshez szükséges digitális mérleg volt. A rendőrök a helyszínen lefoglaltak 74,14 g kábítószer gyanús anyagot, 27,25 g növényi örleményt, mérlegeket, több 100 000 forint készpénzt, gépkocsit és ékszereket. Az 57 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozóhatóság az asszony őrizetbevételéről határozott. A Jászberényi rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!